A kisiskolás gyerekek szülei már tudják, hogy milyen nehézségeket rejt magában az óvoda és az iskola közti átmenet. Ebben a témában tartott nemrég előadást Gály Judit a kutatók éjszakáján. Többek között erről, illetve az esemény pedagógiai programszerveléséről beszélgetünk Gály Judittal. Szép estét kívánunk! Estét kívánunk! Alapvetően mi okozza a nehézséget az óvodából az iskolába történő átszoktatásnál? Hát bízom abban, hogy nagyon-nagyon kevés probléma van, mert igazából, ha jó az óvodai nevelés, és a gyerekek alkalmasak arra, azok a képességek, amelyek a tanulásra alkalmassá teszi őket, azok kialakultak az iskoláskor kezdetére, akkor olyan óriási nagy probléma nem lehet. Természetesen azért nagyon-nagyon sokat számít az, hogy egy új közösségbe került a gyermek, hogy meg kell ismerni a tanítónénit, a tanítónéni elvárásait, milyen helyet, milyen szerepet tud elfoglalni az osztályban, mennyire tud azonosulni azokkal, akik vele együtt tanulnak, általában ugye lányoknál, hogy lányok között talál-e barátokat, ezért szoktuk azt ajánlani, hogy ha lehetőség van rá, akkor az óvodai csoportból szerencsés, hogyha egy-egy csoporttárs átmegy, mégis van egy ismerős, aki kézzel foghatóan ott van, és akivel az elején tud beszélgetni, utána aztán természetesen majd kialakulnak egyéb kapcsolatok is, amikor már ez nem fog gondot okozni a tanulásban. Az átmenettel kapcsolatos problémák életkori sajátosságnak mondhatók? Hát talán egy picit... Az a nehézség van, hogy mik az elvárások. Ugye a szülők fejébe az az elvárás, hogyha ott van az iskolába, akkor már meg tudjon ülni, odafigyeljen a tanítónére, alkalmas legyen a házi feladatnak az elkészítésére. De én úgy gondolom, hogy azt kellene a szülők fejében rendbe rakni, hogy óvodáskor végére nagyon fontos, hogy az alapvető képességek kialakuljanak, amelyek alkalmassá teszik őt a tanulásra, nem csak az iskolában, hanem majd később az életben való boldogulásra. És a 0-tól 8 éves korig időszak az tulajdonképpen arról szól, hogy ezek a képességek kifejlődjenek. Úgy is mondhatnám azt, hogy legyenek olyan folyamatok, amik automatikussá válnak. Például egy ceruzafogás, például az, hogy mit tudom, terpezbe tudjon állni, hogy a lépcsőn tudjon járni. Ez olyan, mint amikor mi felnőttek, ugye automatikusan lekapcsoljuk a gázt, és elmegyünk, és a munkahelyünkön jut eszünkbe, vajon lekapcsoltuk, vagy nem kapcsoltuk le. Pontosan azért, mert ezekre már nem szabadna odafigyelni, mert már neki ahhoz, hogy írni tanuljon például, inkább arra kell koncentrálni, hogy a sorba hogy kell majd azt a kis hullámvonalat, vagy a kört belerajzolni. Éppen ezért az, hogy kell a ceruzát fogni, hogy a csukló mozgása az milyen, ezek automatikus folyamatként kell, hogy működjenek a gyermeknél. Az óvodapedagógus hogyan tudja segíteni a gyermekeket ebben, hogy elsajátítsák ezeket a kritériumokat? Tulajdonképpen az óvodai élet arról szól, hogy rengeteg olyan játékot, párhuzamos játékként hívjuk mi ezt az óvodában, rengeteg olyan játékot kezdeményezünk, vagy motiváljuk a gyerekeket arra, hogy ezekkel a játékokkal játszanak, amelyek alkalmassá teszik arra, hogy egyénenként fejlődjenek. Tehát el kell már felejteni azt az időszakot, amikor körbe leültettük a gyerekeket, és akkor bocsánat az, hogy mi osztottuk az észt neki, mert nem erről szól ez a korosztály, hanem arról, hogy rengeteg olyan információ van most már a környezetükből, amire kapkodják a fejüket, és nekünk óvodapedagógusoknak ezzel fel kell venni a versenyt. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy minden gyerek, miután az óvodás gyerek érzelmileg motivált, mindig akkor üljön le egy-egy ilyen adott játékhoz, ő nem vesz észre, hogy ezzel mi tanítani akarjuk, vagy információt adunk át, vagy ismeretet akarunk megszereztetni vele, hanem legfőképpen arról szóljon, hogy ő oda akar ülni és csinálni akarja. 75% a tudásszerzésben a tapasztalati tudásszerzés, és erre kell, hogy mi a gyerekeket... vagy a gyerekeknek ezt adjuk át. A Berkeley Egyetem egyébként csinált vizsgálatot, és nagyon örülök neki, hogy ezt mutatta ki, hogy tulajdonképpen legjobban mozgás közben tudunk tanulni. Tehát például akkor, amikor egy gyerek az asztalnál ücsörög, és ott valamit csinálgat, közben én meg mesélek neki, lehet, hogy nem ült oda le velem szembe, de sokkal jobban megjegyzi esetleg a mesét, mint az a gyerek, aki ül ugyan velem szembe, de közben azt nézi, hogy méhecske merre repül. Tehát újra kell gondolnunk az óvodai módszereket, mi az, ami eredményes, mi az, ami eredménytelen, és legfőképpen az egyéni képességfejlesztésre kell odafigyelnünk, és ha így játékba ágyazva ezt meg tudjuk csinálni, akkor nagyon-nagyon sikeresek vagyunk. És hogyan lehet motiválni mondjuk azokat a kisgyerekeket, akik nem akarnak odaülni az asztalhoz az egyes foglalkozásokra?
Ez tulajdonképpen úgy van, hogy egy folyamatos játékidő van. Az azt jelenti, hogy ő a nap egészen 11 óráig, vagy fél 11-ig, míg ki nem megyünk az udvara számára, elérhető lesz bármelyik tevékenység. Na most tudjuk a gyerekekről, hogy amikor az egyik játékot megunja, akkor úgyis keresni fog egy másik játékot, és általában ugye, ha körülnéz a csoportszobába, akkor lehetősége van arra, hogy bármelyiket kipróbálja. Én szerintem kevés olyan gyerek van, aki nem akarja mindegyiket kipróbálni. Egyébként azt is tudni kell, hogy 2-3 napig működnek így a játékok. Pontosan ezért nem vagyok híve a bolti játékoknak, mert előbb-utóbb megunják, nem kihívás számukra az, hogy ezzel a játékkal játszanak. Éppen ezért mi közösen készítsünk a gyerekekkel, vagy épp az óvodapedagógus érkezzen úgy, hogy egy-két olyan gyerekek számára érdekes, motiváló játékot tud csinálni. Nem nehéz egyébként, mert én mondok egy példát, hogyha például kiszínez egy Mikulás, most hamarosan a Mikulás, a színezikből nagyon jó játékot lehet játszani, például egy kirakó játékot, először 4 felé vágjuk, amikor jól megy neki, akkor már 6 felé vágjuk, amikor már még jobban megy, akkor már 3 szögeket is vágunk bele, tehát tulajdonképpen egy színezős papírból 3-4 napos játékot tudunk az óvodába kialakítani, úgyhogy rálássuk a sajátja, aztán kicserélheti a másikéval. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok lehetőségünk van arra, hogy a gyerekeket alkalmassá tegyük erre. Egyébként hiszek abba, hogy az a gyerek, aki 45 percig legózik, az alkalmas az iskolára, mert olyan kreativitásra, fegyelemre, önfegyelemre, figyelemmegosztásra képes, ami már tulajdonképpen alkalmassá teszi arra, hogy az iskolában menjen. Természetesen hozzájön itt még olyan szociális képesség, hogy azért a társakkal tudjon kooperálni, hogy azért már 4-5 fővel együtt tudjanak játszani, hogy megélje azt, hogy ő vezető szerepet kap a csoportban, van, amikor pedig ő is alárend magát, hogy a felnőttekkel tudjon megfelelően kommunikálni, és hát egyéb olyan testi alkalmasságok, amelyek azért alkalmasra teszik az iskolát, elbírja a táskát, kilát a padból, tehát van sok olyan dolog, ami természetesen szükséges, hogy meglegyen a jó tanuláshoz. És ha már említette az alkalmasságot, azt mondjuk egy óvodapedagógus honnan tudhatja biztosan, hogy egy adott kisgyermek még nem iskola érett? Hát pontosan abból, hogy rengeteg olyan tevékenységünk van, amiből azért látjuk azt, hogyha valamelyik területen van valami probléma, azért 5 éves korban erre már még kiélezettebben figyelünk. Nekünk van azért egy fejlődési naplunk, amiben folyamatosan vezetjük ezeket a dolgokat, de hát ugye, mint tudjuk, soha nem az írás az, ami igaz, hanem nekünk a fejünkben benne van az, hogy egy-egy gyerek milyen képességgel rendelkezik, és akkor egyrészt a szülőkkel, másrészt pedig szakemberekkel is konzultálunk, hogy mégis mit lehetne tenni annak érdekében, hogy a felzárkóztatás megtörténjen. Amennyiben netalán ezzel is kicsi gond van, akkor ugye van lehetőség arra, hogy még egy évet maradjon az óvodában, de ez már szakember segítségével történik, illetve a POK-hoz kell beadni egy olyan kérvényt, amelyben január 15-ig, amelyben a szülők kérik, hogy miért szeretnék, hogy óvodában maradjon a gyermek. És mi történik akkor, hogyha a gyermeket elküldik iskolába, és ott derül ki mégis valamilyen okból kifolyólag, hogy mégsem egészen iskola érett? Hát én bízom abba, hogy nagyon elenyésző ez a példa, természetesen ilyen előfordul. Az iskolák is akkor szakembert kérnek segítségül, tehát olyan fejlesztő foglalkozásokon vesz részt a gyerek, amelyben sikerül azokat a problémákat rendbehozni, amelyek a tanulást nem segítik, hanem inkább hátráltatják. Én úgy gondolom, hogy a tanítónénik is eléggé felkészültek abban, hogy ilyen esetben milyen lehetőségeik vannak. Hát ha nagyon-nagyon végletes a történet, akkor ugye újra kell kezdeni azt az évet, de én most az utóbbi években szinte erre nem is láttam példát, inkább az volt a tendencia, hogy segítsük ezeket a gyerekeket fejlődni, és olyan külön foglalkozásokon, vagy fejlesztéseken vesznek részt, amely egy kicsit felzárkóztatja őket. Ugye a felvezetőben is elhangzott, hogy részt vett a kutatók éjszakáján. Igazából az előadását hogyan építette fel, és hogyan tudják mondjuk bevonni a pedagógia szakos hallgatókat, akár a szervezésbe, akár magába a programsorozatba? Hát most az volt alapvetően az intézetnek a célja, a tanító és óvóképző intézetünknek, hogy mindenki részt vegyen. Tehát a gyerekektől kezdve egészen a hallgatókig, szülők, és természetesen az óvodapedagógus és tanítós szakemberek, éppen ezért a gyerekeknek játszóház, könyvtárban esetleg egy kis mesekönyvolvasás, addig esetleg a szülők el tudnak jönni, és meg tudták hallgatni az előadásomat, amiben tulajdonképpen arról szólt az előadásom, hogy milyen megfelelések, érzékelés, észlelés, figyelem, gondolkodás, milyen dolgok lehetnek azok, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a gyermek iskolai érett legyen. Ehhez tanácsot is adtam, hogy milyen játékokkal tudják ezt erősíteni, tehát nem tanulni kell, hanem játszani kell, és a játékban rengeteg dolgot meg fognak tanulni.
aztán a hallgatóknak és az óvodapedagógus kollégáknak, dr. Pálffy Sándor, a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi gyermeknevelési és gyógypedagógiai tanszékének a dékánja volt, aki egy előadást tartott, ő is tulajdonképpen egy kicsit azt kutatta, hogy tulajdonképpen kinek szól a mi nevelésünk és az óvodai nevelés a mai korban, hogy tud megfelelni valójában a mai generációnak. És azok az óvodapedagógus kollégák, akik részt vesznek a hallgatóknak a képzésében, a mentor kollégák, velük is egy kis beszélgetés történt, a Waldorf alternatív pedagógiát ismerték meg még jobban, hiszen tudjuk azt, hogy az alternatív pedagógiáknak most nagyon nagy sikere van, és hogy hát mégis mi rejlik abban, amitől a szülők ennyire vonzódnak az alternatív pedagógiákhoz. A hallgatókat mennyire tudják bevonni a szervezésbe? Nagyon nyitottak. Én úgy gondolom, hogy a hallgatók még, ők azok, akik szívesen részt vesznek mindenféle ilyen gyermekekkel kapcsolatos tevékenységbe. Annak ellenére, hogy péntek délután volt, és lehet hazamenni, azért ők is ott voltak a gyerekek között. Hát én nagyon sok sikert kívánok a további munkájához, és köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Nagyon szívesen, és én is köszönöm.